Ülésezett Székesfehérvár önkormányzatának képviselőtestülete. Az ülésen az egyik legfontosabb napi rendi pont a buszmenetrend és annak átalakítása volt. Az új bővített menetrend augusztus 1-én lép életbe. Ez egy körülbelül 10-12%-kal növeli meg a futott kilométerben a város hálózatát és menetrendjét. Ez a tavalyi nyárihoz képest annyival változik, hogy ez nem egy új hálózatot jelent, hanem az akkori fehérváriak által megfogalmazott kérést meghallgatva a régi menetrendnek a bővítését eredményezi, számos városrészből jobb és több elérést biztosítva a város különböző pontjai irányába. Ez körülbelül 400 millió forintos többletköltséget jelent az önkormányzatnak éves szinten, tette hozzá Cserpalkovics András. Az ellenzéki frakció is elfogadta az új menetrendet. Márton Roland frakcióvezető üdvözölte a döntést, és elismerően beszélt a város által biztosított tömegközlekedésről. Még egy változó van, hogy egy óriás beruházás készül a vasút környékén az intermodális közösségi központnak a megépítésével. Ez rendkívüli módon befolyásolja majd a helyi közösségi közlekedés és a járatoknak az útirányát. Én arra biztatok minden fehérvárit, hogy ahhoz, hogy a dugókat el tudjuk kerülni, hogy a légszennyezettséget csökkenjen, tudjuk, azok éljenek azzal a lehetőséggel, amit a város biztosítani próbál, egy évről évre magasabb szintű közösségi közlekedés. A képviselőtestület ezentúl elfogadta a 2021-es zárszámadást, illetve valamennyi önkormányzati vállalat pénzügyi beszámolója is elfogadásra került. Az önkormányzati cégek összesen több mint 500 milliárdos eredménnyel zárták a 2021-es évet. Zárt ülésen döntöttek több fehérvári iskola energetikai fejlesztéséről is. Ezek Európai Uniós forrásból indulhatnak meg. A testület elfogadta a Fidesz frakció javaslatát a közétkeztetéssel kapcsolatban. Kinyilvánítottuk azt, hogy szeretnénk a fehérváriakat önkormányzatként is megvédeni ezektől a hatásoktól, amennyire csak tudjuk. Éppen ezért az első lépésként kezdeményezte a Fidesz frakció, hogy a gyermekétkeztetés díját ne emeljük meg Székesfehérváron, tehát a szülők ugyanannyi pénzt fizessenek továbbra is a gyermekük étkeztetése után. A többletköltségek, amik a vállalkozó felé pedig kifizetésre kerül, azokat mind az önkormányzat vállalja át. Ezzel egyébként még mindig Székesfehérvár a megyei városok közül az a település, ahol a legkisebb térítést kell fizetni a szülőknek a gyermekek után az étkezéshez. A közgyűlés elfogadta azt a javaslatot is, melynek értelmében a 100 éve született festőművész tiszteletére M. Tóth Istvánról nevezi el a város a Gárdonyi Géza művelődési ház előtti teret.